Szolnokra érkeztem nagyon örömmel, akár csak néhány évvel ezelőtt, és tisztelettel jelentem, hogy én Kunyhimzettinben jelentem meg önöknél. Én azt gondolom, hogy egy városnapja a múltunkról szól, a történelmünkről szól, a hagyományunkról szól, én Karszalon születtem egyébként. Van egy táncoló tulipánok nevű Kunyhimző csoport, és az ő kezemunkájukban vízelget éppen most. És hát egy érdekes és különleges és a legkevésbé hallható és a legkevésbé látható témában hoztam akkor előadást, ez pedig nem más, mint a kemény nyomdászatnak a története. Teli van furcsaságokkal, teli van érdekességekkel, teli van különlegességekkel, nem sokára erre is átírek. Viszont hogy egy kicsit letegyem a névjegyemet, szóval 2018-ban jártam önöknél először, nagy örömmel. Varni Árvai Ivonona volt az, akinek a szervezésével a Városi Könyvtárban sikerült két előadásomat is megvalósítani. Az egyik Hunyadi Mátyás trónra kerülésének az évfordulója kapcsán, nyilván a Hunyadiakról szólt, aztán pedig meghívást kaptam itt a Nemzeti Emléknapunkra is, június 4-e alkalmából, akkor Trianon 98 évéről tartottam előadást, és nem csak azokat a szomorú adatokat és szomorú számokat vettem számba, amelyeket elveszítettünk, és amelyek, ahogy alakították a történelmünket, hanem én fókuszba helyeztem az előzményeket és a következményeket, nyilván itt napjainkig hatóan. A változatos fekedvér idegenvezető is vagyok, 2019-ben volt egy olyan mosonmagyaróvári csoportom, akiknek megmutattam Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét úgy összességében, egy 6 napos kemény kiképzés volt számomra is, meg a kedves csoport számára is, nem panaszkodtak egyébként, és eljöttünk ide Kevébe is természetesen, tehát itt a nagykunságnak az értékei közül hordák, azok mindenképpen, és hát a fénytárk is szóba kerültek, úgyhogy ez egy kihagyhatatlan dolog volt. És akkor még egy dolog, ha már a 2018-at emlegettem itt, tisztelettel jelentem, hogy a helyi újság hasábjén 2018 novemberében már megjelent egyébként egy rövid kis cikken a kemény nyomdászatnak a történetéről. Tulajdonképpen most ez az előadás egy kicsit ilyen bővített és kicsit átdolgozott változata lesz majd ennek. Nagyon érdekes és nagyon különleges vonatkozásokkal, úgyhogy a jegyzeteimet azt majd feltétlenül fogom majd használni. Szóval akkor kezdjünk is bele, én azt gondolom. Robbant érdekes és robbant különleges, amit kivetitek, szóval mi most már nagyjából mosolyunk rajta és érdekesnek, különlegesnek látjuk és gondoljuk azt a személyellentétekkel terhelt dolgot, ami a Szentesi Lapokban jelent meg egyébként, az első kemény nyomdász fölföldinek hívták egyébként, Fölföldi Györgynek a mindszenten végzett tevékenységével kapcsolatban. Fölföldi Györgynek, más néven Felföldi néven is ismerik ők, neki köszönhetjük az első keményondának a fölállítását, és hát örülök neki, hogy itt szóba került a kevés ajtó, hiszen 1891. január 11 és április 26-a között fogja majd szerkeszteni a Túrkelet című közgazdasági, társadalmi és szépirodalmi hetilapot, mely egyébként egészen a helyi nyomda létesítéséig a közeli mezőtúron fog majd napvilágot látni. És hogy milyen érdekes és hogy milyen különleges a Fölföldi Győrnek a fölbukkanása és egyáltalán az előélete, és hogy ő hogyan került Túrkevélyre, na ez egy igazi nagy nyomozás volt, ami a levéltárban kezdődött és sajtóadattárral folytatódott, ahogyan emlegettem, mint a Szentesi Lapok lesznek majd azok, és különösen itt az 1878-as esztendőben megjelent, hetente megjelent számai, amelyek számunkra azért fénytelítenek arról, hogy mit is csinált legalábbis Mindszenten Fölföldi, és egyáltalán milyen körülmények eredményezték az ő felbukkanását. A Szolnoki Levéltárnak a halotti anyakönyvéből sikerült összeszedegetnem azt, hogy ez a Fölföldi föltehetően 1852-ben született, a Csongrád vármegyei Mindszentről származott, ezek mind szépen benne vannak egyébként a halotti anyakönyvben, és ahogyan említettem, az ő története és az ő előélete legalábbis Fintákéhoz hasonló, hát és érdekes, csak nyilván a legkevésbé ismert. Azt is tudjuk róla, hogy katolikus kántortanítóként 40 éves korában hunyt el, 1892-ben, és temetésére már másnap sor került, gyászszertartásnak a tartóját és
megnevezték a halotti anyakönyvben hegyfoki kabos katolikus lelkész. És akkor emlegettem ezt az 1878-at, és akkor következzen a kivetített szöveghez igazából a lényeg, mert hogy egy kétségkívül ilyen személyi összeférhetetlenséggel és hivatali problémákkal kapcsolatos dolgot kell látnunk vele kapcsolatban. Fölföldi ebben az időszakban Mindszent községnek az aljegyzője, akit Wimmer Károly helyi takarékpénztári igazgató, iskolaszéki elnök a községi tanácsteremben sértő kifejezések kíséretében az előjárók és a községi szolga jelenlétében megütött. Úgyhogy tulajdonképpen ez ad majd újabb táptalajt, és mi már nyilván mosolyogunk rajta és érdekesnek találjuk, de az a személyi ellentét, ami majd itt megjelenik a szentesi lapokban hétről hétre, ráadásul a közvélemény is beleszól majd ebbe, ez azért feltétlenül a korabeli időszakban azért egy szomorú esemény sorozat volt. És hát bírósági perre szánják tulajdonképpen magát az ügyet, és hát többféle dolgot is feltételezhetünk, legalábbis a szentesi lapok alapján. Az egyik lehetőség az, hogy Fölföldi nem üdvözölte Wimmernek a feleségét úgy, ahogy azt a férjével várta, a másik pedig a már említett helyi tisztviselőknek a szembenállásával kapcsolatos. Az ügy első sajtó visszhangját saját költségén nem más, mint Fölföldi jelentette meg. Azt is tudjuk, hogy soronként nem kevesebb, mint 15 koronát fizetett érte, egyenesen arcátlannak semmire kerülnek, és haszontalannak nevezni Wimmert. Na most Wimmerről azt kell tudni, hogy Mindszent községnek egy olyan elismert tisztségviselője volt, már a 70-es években és a későbbi időszakban is, hogy tulajdonképpen szinte lepörgött róla ez a bizonyos dolog, mert hogy ugyancsak ő is felveszi akkor a kesztyűt, és akkor Wimmer Károlynak a válasza ugyancsak ugye nyilván a saját költségén már a következő héten nyomdafestéket látott, és nem tudnám én se szemben elmondani, úgyhogy idézetek sora fog majd következni. Visszavár a szemtelen hangvétel és a hasonlíthatatlanul bimasz modor miatt, melyet Fölföldi megütött. Aztán a továbbiakban Wimmer őrjöngőből bolondnak nevezi Fölföldi, miben az erkölcsi érzület hiánya az elme fogyatkozásával párosul. Hát azért ilyen összeállítást, és azért nyilván feltételezhetjük nem csak a szellemi, hanem ezek szerint nyilván a tetlegeségig fajuló szembenállást is. Wimmer hozzáteszi még, hogy a tetlegesség nem a Wimmer feleségével kapcsolatos inzultusból ered, hanem azért, mert Fölföldi szemtől szembe a legdrasztikusabb kifejezésekkel végig sértette Wimmert, amiért a törvényszék előtt kell számot adnia, átadva magát a közmegvetésnek. És akkor ugyancsak eltelik egy hét, Fölföldi visszautasítja, és akkor éppen azt a részét vetítem ki, amivel kezdődik ez a visszautasító szöveg. Wimmer az ökörjog idézen, a korbás rendű lovagjának sértő szavait visszautasítja, belekeverve a helyi takarékpénztár Wimmer által történő megszerzésének homályos ügyét is. Végül hozzáteszi, azt a régió magyar közmondást használom önre, kutyaugatás, szamárordítás nem hallatszik a mennyországba. Ezután figyelemesen méltatom rá valamit. Tulajdonképpen a kettőjük párviadala, legalábbis a szentesi újságnak a hasábjain véget ér, viszont most jön a közvélemény, néhány héttel később a közvélemény mindegy 30 név szerint ismert Mindszenti nyilatkozat tevővel kétségkívül Wimmer teszi meg erkölcsi győztesnek, és emlegettem itt a közügyek vezetésében tanúsított tapintatossága, szeplőtlen becsületessége miatt, mondván Fölföldi úr előélete, az itteni rövid szereplése már úgyis mértéken túl provokált. Tulajdonképpen ezután sajtócsend van, ezután sem Wimmernek, sem Fölföldinek a neve, vagy legalábbis ez a párviadal nem kerül előtérbe. Annyit tudunk, hogy Fölföldi elhagyja Mindszentet, onnantól kezdve hátat fordít régi politikai és egyéb karrierének és kudarcának, és minden jel szerint akkor kerülbe fog majd megérkezni. Viszont Wimmernél, ahogy említettem, ő azért egy befolyásos és nagyra becsült tisztes polgára volt Mindszentnek, még a későbbiek folyamán is ott találjuk a község előjárói között.
A Szolnok vármegyei levéltárat emlegettem, érdekes kincs van a Szolnok vármegyei levéltárban, a túlkevei nyomdászat történettel kapcsolatban, mert hogy Fölföldi Györgynek a nyomda alapítási kérelme az fölmaradt. Ha föllapozzuk egyébként a Túlkeve lexikonát, akkor akár önök is úgy kézben megtekinthetik és elolvashatják ezt a szöveget, mert hogy fényképes illusztrációként és szövegben is idézni egyébként a Túlkeve lexikon, a nagyon érdekes, nagyon különleges. Arra azonban nincs adatunk, úgyhogy nem tudjuk, hogy a nyomda az 1891. esztendőben valóban megkezdte a működését. A következő évben emlegettem, hogy 1892-ben meghalt Fölföldi, az özvegyére már bizonyosan legalább egy gyors sajtót hagyott hátra. Azt is tudjuk egyébként, hogy a kis nyomtató műhely eredetileg az első 10-21 szám alatti lakásban működött, úgyhogy ilyen részletekben belemenően is sikerült ezt tisztázni. Özvegy Fölföldi Györgynél született Bencsik Emma pedig mintegy másfél évtizeden keresztül egymaga nyomdászkodik ki. Benne tisztelhetjük az első nyomdászföldet, legalábbis itt kevén. Azt is tudjuk, hogy ebből az időszakból a helyi lap számain kívül mindössze három kisebb terjedelmű nyomdaterméket ismerünk, és mind a három alkalmi nyomtatvány, alkalmi kiadvány. Az első egy nagyon különleges és nagyon érdekes dolog, az a címe, hogy Oli és Kálmán, ez egy rendhagyó lakodalmi lap 1894-ből. A másiknak a címe Halott Íma és Gyászbeszéd, néhai Osváth Mihály földbirtokos városi tanácsnok felett. És azt is tudjuk, hogy ez egy 1900. augusztus 23-án Szabó Sándor református lelkész által megtartott beszéd volt. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ez lehet az első nem újságformátum és nem újság kiállítású helyi kiadvány. A harmadik alkalmi nyomtatványról pedig hoztam egy nagyon szép illusztrációt. Ez tulajdonképpen egy apró nyomtatvány, egy nagyon illusztris, nagyon szép és nagyon különleges meghívóról van szó, 1904-ből. A túlkerülő polgári körnek a saját helységében tombola játékkor elkötött zárkül tánc mulatságáról. És akkor tisztelettel jelentem, látszik is azért ott a bal felső sarokban könyvtári pecsét van rajta. Könyvtári pecsétnek az a doha, hogy ez a versenyi könyvtár gyűjteményében található, és a Magyar Nemzeti Digitális Archívum mint a programja keretében ezt digitalizálták, és interneten mindenki számára egyébként hozzáférhető, igazán szép nyomtatvány. A fölföldi nyomdát ezt követően 1907-ben Daróczi Antal fogja megvásárolni, egészen haláláig fogja majd üzemeltetni, majd ezt követően pedig az ő fia ugyanilyen néven ifjabb Daróczi Antal fogja működtetni egészen a felvonosításig. Az idősebb Daróczi Antal is máshonnan érkezett Kevibe, mégpedig sikerült megállapítani azt, hogy eredetileg egy jó módon kabai kisbirtokos családból származik, és ő lesz az első generációs nyomdász tulajdonképpen a családban, egyúttal könyvkiadó, aki a nyomdász mesterséget Hajdúszoboszlón fogja kitanulni, és már szakmasegédi szabadulásának évében 24 éves korában megveszi az első kevisajtót. Tehát Fölföldi Györgyné, az özvegy eladja tulajdonképpen Daróczi Antalnak ezt a nyomdát, aki aztán 1941-ben bekövetkezett haláláig tovább üzemelteti, és sikerült utána azt is megállapítani, hogy 1949 lesz majd egyébként a Kevi nyomda záró éve, de ez már nyilván ifjabb Daróczi Antalnak a nevéhez fog majd fűződni. A Daróczi féle nyomtató üzemből sikerült a legtöbb kevi kiadványt összegyűjteni, összesen egyébként 45, úgyhogy ez azért nem olyan kevés, itt az 1907 és az 1949 közies időszakról van szó. Ezek közül a legnépesebb a helyi magyar király állami polgári és fiú és leányiskolának, a nem kevesebb, mint 26 füzetnyi értesítője, majd pedig évkönyve az 1910 és az 1944 közi eső időszakból. Annyit azért tudni kell, hogy az első világháború után egészen 1928-as tanévig nem jelenik meg, úgyhogy ez a 26 füzetnyi erre az időszakra azért kevésnek tűnik, és adatunk van arra is, hogy az első két értesítője ennek a bizonyos iskolának Mezőtúron fog majd napvilágot látni. Különleges és érdekes kötetet hoztam a Daróczi nyomdából.
Ez az egyik első, amiről sikerült konkrétan is hozni fényképet és adatot. Tisztelettel jelentem, hogy a verségi könyvtárban ebből is van egyébként egy példány, és nekem valamelyik budapesti antikváriumból az utóbbi években sikerült beszereznem. Nézzük meg ezt a nagyon szép és nagyon pazar és dekoratív szecessziós díszkötést. Nyilván ez helyi mesterembernek a kezemunkája. Úgyhogy ez egy igazán színvonalas, nagyon szép kötet, és hát nyilván nem csak a kötéstáblát hoztam, hanem ez a belső címlapja. Maga a kötet, ahogyan látszik is, 1914-ben jelent meg, 138 oldal terjedelemben. És hogy akkor egy kicsit még inkább belelapozzunk, saját példányomból egy újabb oldalt másoltam, remélem azért mégiscsak látható belőle valami, szóval már maga a megjelenés és már maga ez a díszkötet, ez egy igazi színvonal egyébként. Ez a mezőtúri, ez a karcagi, ez a szolnoki nyomdákkal betegedő színvonal itt ebben az időszakban. Úgyhogy azért Kevin igazán magasra tették a lécet a helybeli nyomdászok. Tudunk még például Schneider Etának a Béke útja című színjátékáról is, az első világháború záró évéből, aztán újabb irodalmi műfajként, és akkor erről is sikerült képet szereznem, mert hogy ez is előkerül egyébként, és egyik másik kötetet nem csak antikváriumokban lehet megtalálni, hanem például a Darabant és az egyik aukciós házak aukciós tételként bocsátják ezeket árverésre. Ez is egy ilyen kép. Szabad fiadeknek például a Bántúvér című regénye egy 1929-ben 140 oldal terjedelemben megjelent munka. És hogy akkor emlegessük természetesen Madarász Károlyt és a Művelődési Háznak a névadóját, humoros elbeszélések Verzsel című műve, itt jelent meg szerzői kiadásként 1943-ban, és azt is tudjuk, hogy összességében 79 oldal terjedelemben. És ha folytatjuk még a kiadványoknak a sorát, két politikai művel is találkozhatunk. Valószínűleg Makói volt az a politikus Farkas Imre, akinek Népuralom felé című politikai röpirata 1918-ban jelenhetett meg. Aztán Vadász Pálnak a Földváltásról című műve 1927-es kiadás. Vízrajzi vonatkozási munka is van, tehát igazából szakmunkákat is elég szép számban megjelentettek. Vadász Pálnak a Túl vize című értekezése 1925-ben látott napvilágot. És különlegnyomatként jelent meg M. Szabó Lászlónak adatok Túlkeve földrajzához című tanulmánya 1941-ben. Helytörténeti munkából is találtunk egy párat. Az egyik Györfi Lajosnak, ugye ő már az előző előadás kapcsán is szóba került, a Nagy Ínség 1863-ban című földolgozása 1932-ben jelent meg. Látszik azért egyik másik képen, hogy én azért használtam az aukciós házakat, és az aukciós házaknak is a képanyagát. Szerencsére azért nekem is sikerült már, nem csak Kediből, hanem a vármegye területéről, illetve a történelmi Magyarország más tájegységeiről is egy pár eredeti szép nyomtatvány itt ebből az időszakból. És hát egy másik kincs, ami éppen a 70-ben került a birtokomba, Tóth Kálmánnak az 50 éves helyi ipartestületről szóló munkája. Tisztelettel jelentem, hogy ez a Kedi könyvtárban egy példányban hozzáférhető. Hát látszik, hogy azért ez a példány elég fontos, ez ilyen körülmények között került hozzám. Viszont beszkenneltem egy másik oldalt is, csak hogy lássuk, hogy ők fontosnak tartották, hogy ne csak szövegben emlékezzenek meg a Túlkeveli ipartestületről, hanem íme az épület is egy nagyon különleges, nagyon szép nyomattal, és hát nyilván maga a kiadvány, és ezek a színnyomatok is mindig itt készültek Túlkevő. Irodalomtörténet is két művel képviselteti magát, Ménai Lajosnak a Nagykonságig elfeledett költője című műve Nagy Imréről szól, aztán ugyancsak Ménai a szerzője, a Felvidék visszacsatolt része az Irodalomtörténet tükrében című irodalmi értekezésének
mely 1939-ben jelent meg. Annyit akkor a háttérhez, hogy Magyarország 1938 és 1941 között területi gyarapodáson megy majd keresztül, és nyilván itt a felvidéknek a déli része, majd Kárpátalja, ugye Észak-Erdély, Székelyföld és a délvidék egy része is akkor visszatér Magyarországhoz. Úgyhogy ez is egy különleges és érdekes dolog, és én azt gondolom, hogy a városnak mindenképpen a díszére válik, hogy egy felvidéki irodalom történetével kapcsolatos munka is itt fog megjelenni a két világháború között. Közigazgatási vonatkozású művet is sikerült találni, Turkeve rendezett tanácsú város polgármesterének jelentése az 1914. évből. Nyilván volt még több ilyen is, de az adattárak, legalábbis a könyvtárak és egyéb általam kutatott nyomtatványok és adattárak ezt tették lehetővé. Aztán nagyon érdekes, nagyon különleges Vémut nyomán Kenis Zoltán megírja a Komondor meghatározása és a Pásztorem leírása című munkáját. Ez egy 1922-ben megjelent nagyon érdekes, nagyon tartalmas, nagyon különleges értekezés. Emlegettem már Vadász Pált, és akkor az ő egyik művéről is sikerült akkor szereznem, mert hogy ez is szerepel aukciókon, illetve antikváriumokban, azért elő-elő fordul. Ez a Békés Besenyő megye és a Besenyőkről, meg Nyelvükről, meg a Barsa nevős helynevek magyarázata című munkája. Ez egy 1925-ben megjelent munka, és tisztelettel jelentem, ha beírjuk ilyen furcsa címmel, vagy ha elkezdjük legalábbis beírni az interneten, akkor ennek az átirata, ez hozzáférhető, és olvasható egyébként, nagyon érdekes, nagyon tartalmas. Mások a bevezetést is tudjuk akkor elolvasgatni. És ahogyan említettem, azért maga a kötet is több aukció előfordul. Alkalmi nyomtatványból is találtunk Harsányi Pálnak a búcsúbeszéde. Ez nem más, mint a Harsányi család búcsúzása Turkevétől 1927-ből. Aztán, hogy emlegessünk ilyesmit is, az Attaló nyomtatványok is képviseltetik magukat, a Attaló cínyomdából is. 1912-ben postai forgalomba került egy színes képes lap, a Népkerti pavilon tábrázolja, valamint ugyancsak egy aukciós háznál sikerült ráakadnom egy nagyon különleges Leorellóra, amely ugyancsak kemény gyártmány, azért ehhez is kellett egyébként technika és technológia, hogy ezt megvalósítsák, tehát nem egy egyszerű kis képes lapról van szó, hanem egy olyan ról, amiben belevágtak egy olyan keretet, amit ügyesen ki lehet nyitni, mint egy ablakot, és akkor ebből az ablakból, mint egy Leorelló szépen, akkor ügyesen kitűnnek ezek a szép kis képek. És hát tulajdonképpen a Kemi Szélmalomnak a színes képét láthatjuk rajta, a kihajtogatható részeken pedig, hát ez egy picit picire sikerül, pedig igyekeztem azért nagyítani a képeken, többek között a főtér, a református és a katolikus templom, az iskola és a legendás oroszlán vendéglő képe is szerepel. Az első tulajdonosváltáson keresztül ment Kevin Hunta történetének, aztán a szocialista korszak vetett véget. A 40-es évek végén meginduló államosítás végül elérte a vidéki kis üzemeket is. Tarócról annyit tudunk, hogy végül 1950-ben Budapestre helyezték át. És ami igazából nagyon érdekes, és a 2018 óta teljes egészében egy új kutatási adat és egy új kutatási eredmény, hogy sikerült megtalálni a Kevin Nyomda, a létező Kevin Nyomdának az egyik utolsó kiadványát, amely valószínűleg 1949-ben esetleg a következő eszendőben látott napvilágot, amit láthatjuk a Magyar Függetlenségi Népfront helyi propaganda nyomtatványaként adják ki, már egy teljesen új és megváltozott helyzetben és politikai korszakban. Mit kapott Turkeve a három éves tervtől? Ugye azzal kezdődött az egész, hogy három évre gondolkodtak előre, aztán ugye lehozták az 5 éves terveket, ez is egy külön előadást érne meg. Papíron nagyon jól voltunk, igaz? Tehát ezt az egy dolgot leszögezhetjük, a valóság azért már egy kicsit más képet festett, és hát azért elég életbevágó volt néha, ha ezeket a terveket a valóságban nem sikerült át megvalósítani. Konti Mihály a felelős kiadója ennek a kiadványnak, és a nyomdai jelzetből ebből a 49 kötőjel 1975-ből lehet következtetni egyébként a megjelenésnek az évére. A Horthy korszakban még működött két további nyomda, ezek jóval szerényebb teljesítményűek voltak, ráadásul fantázia névvel voltak ellátva.
A helyi kultúra nyomdáról azt tudjuk, hogy 1925 és 44 között üzemelt, innen két kiadványt sikerült egyébként találni. Többek között iskolai értesítőt és sikerült egy különleges verses kötetet is találnunk. És akkor a másik Fantázia nevű nyomda, ami a két világháború között létesül majd, ez nem más, mint a Keri Turul nyomda, 1927 és 43 között működik ez a nyomda, összesen négy kiadványt sikerült összeszedegetni, többek között van egy szép irodalmi kötet, Szabolcs Istvánnak a Könnyek tavasza, amihez Szép Ernő írt egyébként előszót, és 1935-ben jelent meg. Aztán Kardos Kálmánnak a Magyar Rögön című ugyancsak verses kötete, aztán Györfi Lajosnak a Turkele népesség a török világban című örökbecsűműve, és amiről hoztam ezt a nagyon aranyos kis kivágást, mert hogy Turkelének a híre egyébként Esztergomba is eljutott. Esztergom és vidékéből olvoztam ki ezt a kis részt, ezt a kis hirdetést. 1935. márciusában jelent meg Esztergom és vidékében. Ez a vándorkaptárról, nyilván méhészettel kapcsolatos vándorkaptárról szóló nyomtatott ismertető, és hát nyilván országos szinten azért ez megjelent, és a Turul nyomdában kevés található. Nagyon érdekes és nagyon különleges egyébként az a jelenség is, hogy nagyon sok olyan turkevei kiadvány van, aminek a kiadási helye Turkele. Én már nagyon sok ilyenbe belefutottam, annyira megörültem, amikor találtam, és hú, egyszer csak megérkezik, vagy egyszer csak átvehetem, antikváriumban vagy itt ott. És igazán nagy és lelombozó és szomorú dolog volt, amikor megláttam nyilván a címlapon azt, hogy Turkele, 1910, megfordítottam, és akkor a címlap verzióján ilyesmit olvasok, hogy Csokonai nyomda Debrecen. Úgyhogy éppen ez az oka, hogy nem is hoztam ilyen képeket, tehát senkit sem szeretnék megtéveszteni azzal, hogy ugyan Turkele egy kiadó helye, de teljesen más városban, teljesen más településen. Ez egyébként úgy általános jelenség is volt. Szolnokot, ha már itt emlegettem, csak annyit érdekességképpen, hogy Szolnok városának a legérdekesebb és a legértékesebb gasztronómiai könyve Stöger Mayer Antalnak a halak és vadak elkészítéséről szóló munkája nem szolnoki nyomdában, hanem Törökszentmiklósról jelent meg. Márpedig nyilván egy bármegye székely, ami magára bármit is ad, azért egy ilyen gasztronómiai műve, ami ugyancsak országos aukciókon szerepel, és nagyjából olyan 4-5 számjegyű néha egy-egy szebb példány, egy-egy díszkötési példány, ami gazdát cserél egy-egy aukció, azért igencsak nagy szívfájdalom, és nem ez az egyetlen, és nem ez az első Szolnok esetében sem, ami nem helyben fog megjelenni. Összegzésként akkor annyit, hogy az első kerű nyomda viszonylag későn fog majd jelentkezni. Annyit előjáróban, hogyha Jászlókuszolnok vármegye területét nézzük, a vármegye területén meglepő módon nem Szolnok lesz majd az első nyomdahely, hanem 1867-ben, tehát a kiegyezés évében Mezőtúron és Jászberényben nyílik meg majd az első nyomda. Terveim szerint a vármegye nyomdászat történetét összefoglaló tanulmányom majd a Szolnoki Múzeumi Évkönyvben fog majd megjelenni. Ezeknek az elszólt kis részei, darabjai, azokat azért helyi újságokban, illetve helyi kiadványokban is igyekszem azért publikálni, úgyhogy eljutnak ezek az információk máshová is. És akkor csak ezt követően majd 1874 az az év, amikor az első szolnoki nyomdát fölállítják. Hát ez az időszak azért már kicsit későbbi, és ahogy említettem, itt az 1891-92-es évre tehetjük akkor a Keri nyomda megszületését. A Horthy korszakban akkor két Fantázia nevű nyomda kezdi meg működését, és a Horthy korszak az az időszak egyúttal ugye egyreesik ezzel az 1927 és 43 közötti időszakkal, amikor Turkelén nem kevesebb, mint három nyomda működik egyszerre. Ez a szellemi, a kulturális életnek és a technikának egy olyan fajta színvonala, amit én azt gondolom, hogy a két világháború között azért hozni és prezentálni, egy vesztes trianoni békediktátum után, egy gazdasági világválság után, azért igencsak nagy és igencsak jelentős teljesítmény. Összeszedegettem és összegyűjtögettem, összesen 54 kiadványt sikerült akkor Turkevéről összeszedni. Emlegettem a Daróczi féle nyomdai vállalkozásból összesen 45 kiadványt sikerült beazonosítani. 4 kiadványnal képviselteti magát a Turul nyomda,
aztán a föl-földi nyomda három nyomtatványra, a sajtóterméken kívül, illetve a kultúra nyomda majd összesen két kiadványra képviselteti magát. És akkor annyit, hogy tulajdonképpen a második világháború hozza majd a tragédiáját magának a kemény nyomdászatnak, és végső soron az államosítás lesz majd az, amikor teljes egészében megszűnik majd. Egyetlen egy párhuzamot hozok egyébként a gyárságból, mert hogy arra ide vonatkozó adatokat, Túrkedélyre vonatkozó adatokat nem találtam. Például, amikor felszámolják a tűzkő nyomdát Jászladányon, ez ott az 1948-49-es időszak, akkor képzeljük csak el, hogy állítólag szolnoki nyomdászok jelentek meg ott Jászladányon. Ami mozdítható és használható volt, azt mind elvitték, amit pedig úgy gondoltak és úgy tartottak, azt ott a helyszínen szétverték részekre és darabokra. Úgyhogy nincsenek olyan fajta adataink, és azért ez mégsem egy régészeti szomorú dolog egyébként, hogy nyilván mondjuk több ezer év vagy több száz év távlatára nincs lehetőségünk és nincs mondjuk pilot adatunk, de hogy ilyesmire, hogy itt a államosítás időszakával kapcsolatban sem, és tulajdonképpen nyilván ez az oka annak is, hogy a kemény nyomdászatnak tárgyjelmékéről nem is nagyon tudunk. Szeretnék megosztani, mert én ezt mindig fontosnak tartottam, egy kis kutatásmódszertant, hogy hogy lehet a semmiből összeállítani valamit. Hát szóval egy ilyen előadás is, hogy épül föl, és hogyan lehet összehozni. Sziszifuszi munkával rengeteg gyűjtőmunka, rengeteg kutatás, emlegettem a levéltárat, emlegettem a könyvtárat, emlegettem az internetet, szóval nem egyszerű dolog, de nagyon szépen össze lehet hozni. Előszeretettel ajánlom mindenkinek az ODR portált, ez az Országos Dokumentum Ellátó Rendszer, amiben az ország jelentős nagy könyvtárai be vannak kapcsolva, és itt például akár Túrkeve kiadási helyre, és mondjuk évszámra is lehet keresni. És szépen beadja, én most éppen egy olyan adatot, egy olyan találatot hoztam be, ami az egyik kedvű polgári fiú és leányiskolának az iskolai értesítője, és mondjuk a versenyi könyvtárban található példányt mutatja be. Úgyhogy ezek azért ilyen alapvető források a gyűjtőmunkánkhoz. Mivel a nyomdáknak a saját kis összeírása és a saját kis iratai nem maradtak fönn, tulajdonképpen nekünk ezek a másodlagos források szolgálják azt a célt, hogy összegyűjtsük. Bizonyosan jóval több és különösen apró nyomtatvány készült az Évit Kevinnek. Úgyhogy ezt az 54-et biztos, hogy meg lehetne akár többszörözni, kétszer, háromszor, ötször, csak az a baj, hogy nyilván erre nincsenek adatai. Én azokat tudtam vizsgálni, amelyek nyilván közgyűjteményekbe bekerültek, tehát nyilván hiteles adatok, és nyilván olyan példányok, amiket nyilván én is szembevételezve, akár antikváriumban való megvásárlással, akár valóban kézbe fogtam itt aukció kapcsán, hogy valóban ott a kiadó helyen is valóban, mert hogy a történésznek azért ez is a sajátja, hogy hiteles adatokból dolgozzon, még akkor is, ha néha jóval kevesebb információt tud közvetíteni, és jóval kevésbé és jóval szerényebb képet tud nyújtani, mint amint az eredeti mutatott volna. És akkor tisztelettel jelentem, hogy egy pár nappal ezelőtt, évekkel korábban én ezt ugyanúgy megtettem. Itt a kemény könyvtárnak az internetes katalógusába is bele-bele néztem. Emlegettem már itt a ipartestület emlékkönyvét. Itt van nyilván akkor a felsorolás, van éppen kivetítem, és ezen kívül pedig nagyon szép példányai maradtak fönn, nem mind a 26 kötet, amit emlegettem, itt a polgári fiú és leány iskolának. És hát itt van az egyik, ezt évekkel ezelőtt innen a könyvtárból kaptam, melyet ezúton is szeretnék megköszönni. És szeretném azt is megköszönni, hogy itt voltak velünk, itt voltak velem, legalábbis nem sokára folytatódik a program, ezen a különleges és nagy előadáson. Reményem szerint fogom majd folytatni, és ha megengedik, akkor igazán picurba, de Szolnokon folyamatosan azért vannak programjaink. A változatosság kedvéért középiskolai matematika tanár is vagyok, és fontosnak tartom azt, hogy érdekes matek interaktív foglalkozás keretében mindenkihez hozzá, közelebb hozzam ezt a mostanit úgy hívnak, hogy matematika. További kellene szép délutánt, és a holnapi napra attól nagyon szép programokat kívánok önöknek, de a Városnapi alkalmából köszönöm figyelmet.